A BKV mező autóbuszgarázsa 1996. július 31-én takarékossági okok miatt bezárt. Az itteni autóbuszokat szétosztották egyéb autóbuszüzemegységek között. A garázs utolsó napját követhetjük most nyomon, reggeltől az utolsó autóbuszok távozásáig. ...1995 nyarán felújított második szériás Ikarusz 415-ös autóbusz a vadonatúj foggyem kijelzőjével. Ezt nézem, nem szegecsese. A reggeli órákban a garázs még tele volt autóbuszokkal. Ikarusz 260-asok, 415-ösök és Ikarusz 405-ösök tartoztak a mezőbe, csuklós autóbuszok nem volt. A filmen a korábbi BX7156, második szériás 1987-es Ikarusz 415-ös autóbusz, mely tanulóbuszként folytatta pályafutását, itt már új rendszámmal. Arra mit fotózzak? Ürességet? Érdekes megemlíteni, hogy a filmen látható Ikarusz 405-ösök itt egy, max. Másfél évesek voltak még. Kedves nézőink, ti a Hungaroring tampányáját láthatjátok 1996. július 31-én. A filmen látható BU-8819, mint azt később majd halljuk is, a mezőüzemegység akkor legöregebb autóbusza volt, 1983-as évjárat. Reggel az autóbuszok még a rendes napi program szerint álltak ki a vonalaikra, mint itt például a BY-7587 ment a 100-asra. Nagybolygós 1985-ös évjáratú Ikarusz 260-as BX5312. Azért az látható a felvételen, hogy a garázs nagy részét már kiürítették. Jellemzően azok a buszok voltak még bent, amik aznap kiálltak innen forgalomba. A 90-es évek elején a BKV az új rendszámok bevezetése alól felmentést kért és kapott. Ezért az új autóbuszok régi seletezett autóbuszok rendszámát kapták meg, mint például a képeken rodeózó Ikarusz 405-ös, a BX5102, egy seletezett 1985-ös évjáratú Ikarusz 280-as rendszámával szaladgált. Nincs a felvételek a mezőgarázs belső csarnokából. Látható, hogy eléggé ki van már ürítve. Hiába, ez az utolsó üzemnap. A BX7258-as forgalmi rendszámú 1987-es évjáratú Ikarusz 260-as KFK-i különjáratba igyekszik. Thank you.
1996. július 31-ig a várbuszokat is mezőgarázsadta ki, mint busszal. Vegyed B-vel! Jó, Valaci. Melyik vagy örökítve? Több mint valószínű, még szenved B-vel, de azért vegyed. Nyakendes rászol, kurva jó. Bal kettő plusz figyel. Ahhoz képcsön Radován azt mondta, hogy azt jelenti itt a garázsban, amit akarunk, azt fotózunk, amit akarunk. Varga engin ideges. Nem baj. Holnap ideges lehet majd a fürdbe. Z erős a gyanúm, all members fordul. Konkrétam a hol? Veszed itt? Ejjaj, ez se jön a mezőbe vissza. Marga nyüzsög jobbra, kurva jó. Szembe klub, figyel! Elközi csak a klubra. Csavoszom és társaira létsz. Az XBX7156-os Icarus 415-ös oktatóbusz távozik a garázsból. Az autóbuszvezetők nagy többsége hosszú dudával búcsúzott a mezőgarástól. Persze nem mindenki, de legtöbben igen. Nyilatkozzál, Szilárd, milyen érdés az utolsó autóbusz előtt átcsalogni? Focsék, hát tudom. Díszítik az utolsóként mezőgarásból forgalomba induló BU 8888-as forgalmi rendszámú Icarus 405-öst. Érdemes megegyezni, hogy az üzemegység vezető és helyettese nem foglalkozott azzal, hogy ki mit filmez, sőt, inkább bíztattak mindenkit, hogy filmezzen, dokumentáljon az utókornak, mezőgarázsról minél több anyag maradjon fent. Közlekedés történelmi esemény. Az 82-es előtt volt ez a busz. Most itt a 96-ban. Azt a mindenit. Ott van ott a GC számszállal, azt a nagyom. Az hát szerintem. 184, úristen. Mehet. Mehet. Na, pláne. Az unna lehoz közelre. Na, látod? Bevillant a tükörbe vaku. Hogy szenved ez a fickó?
UN-Cizicoma. Ez a BU-8888-as forgalmi rendszám is eredetileg egyébként egy 1983-as évjáratú Icarus 260-as buszé volt. Utolsó kör a telepen. Most neki menne egy oszlopnak. Valószínűleg elől a hú. Lőtt a virág. Csak az? Eljaj. Most ez az oszlop egyébként híresen az oldal. Kedves nézőink, 1996. július 31-én vagyunk, és a mezőüzemegység legöregebb autóbusz látható a háttérben. Mint korábban is mondtam, ez egy 1983-as évjáratú Icarus 260-as. Alig, hanem nem szegecses. Valószínű csavaros lesz. Volt-e lesz, igen. És igen? Oké. Neki megy be az meg, de tá. Én is azt hittem. Tök jó poén lett volna. Na, el... Azért azt látható, hogy elég sok 1983-as évjáratú Icarus 260-as volt még a mezőben. Akkor ezek az autóbuszok 13 évesek voltak, és öregnek számítottak. A járművezetői tartózkodóban járunk. Egy kis táblagyűjtögetés az utókor számára. Megmenteni a kuriózum táblákat, hogy itt bizony rengeteg minden okukában végezte. A Balázs mellett már valaki kilőtte magának. Teljesen. Ez van még. Úristen! Gyors 80, gyors 84-es vagyok. Hát ha gondolod, akkor elég kíves. 28C. Ja, az még van persze, de ilyen vagyok. Aha. Ez pedig már a diszpécseri helység, ahol lázas munka folyik az utolsónak, nem lehetett egyszerű levezényelni a dolgokat. 31-es táblát marha jó. Pacsírtott a lep. Tehát az utolsó 260-as, ami elment. Az utolsó 260-as az a 7587-es volt. 7587. Az ment a 100-as vonalra. 100-as elment, igen. Azt felvettük. És utolsó 415-ös. Az mit? Nem, 405-ös. És 415-ös az utolsó, ami kiment a vonalra. Ez nem a 7168 volt? A 128-as? 7166. 66. 128-as. Az a 128-as, mint a 7166, az volt abból az utolsó. És midiből meg lesz az utolsó 88-88. Mint az utolsó érdekel. Érdekel. Most már minden érdekel. Nézed a 30 darab kocsit. A mezőgarázs utolsó rendszámállomány listáját láthatjuk. Ez a lista tartalmazta, hogy mely rendszámú autóbuszok tartoznak a garázshoz. Az utolsó állapot szerinti papír, ami felvételre került itt a videóban. Na mondom, megy a hó. Hát csak egy pár szót, a BU-88-88-as forgalmi rendszámú Icarus 405-ös autóbusz kapunvalók kigördülésével
A mezőüzemegység 38 éves történelme zárul le. Szemleges kurva, hogy kimegy megnézni az elcsor táblánk, hogy hol vannak, úgyhogy ennyit erről. Kurva, remélem, fa mögött szemleges nem vesz észre. Bármilyen furcsa, aznap reggel a két részesek közül voltak még a mezőbe beálló autóbuszok is. Beállnak be. BX7219, 1987-es évjáratú Icarus 260-as. Ha valaki nem ismerné fel, Hajtó Bálint érkezik egy mezőgarázs utolsó fotózásra. A 99-es ha egyébként a gyors 99-es autóbusz megszüntetése utáni viszonylag rövid életű betétjárat volt a Blahalúza tér és a Kóskároly tér között. Az 1983-as évjáratú Icarus 260-asoknak még hátul van a kipufogója. Sokan nyüzsög, egyre többen nyüzsög. Egyre több a nyüzsög. Most kirjának az a kék mellény, és 8-6-osan szokott járni. Vegyed Bálintot, fújt katta. Jobbar Varga ránk szól, de kutyát nem érdekli. Utolsó nap mezőben azt sem akkor mit akarunk. Akrom elől alul. Figyelsz, kamera? Eljjel, figyelj! Utoljára. Gyere, hosszú tokájú, itt nem tudsz akkorát ugrani, mint az útról hátsó lépcsőjéről. Mondom, meg is érkezett csutaktip Adam. Eljjaj. Barátja is itt van. Épp a balra nézne, operatőr kollégánk ott jönne. Csavó szemek hál' is elhúzta susinyát, és M9-eseket kapoznak csapva. Barra intézkedik. Őszáron a drág, itt erre kizsen. Rákezdítik a Vargára. Ecsém, vezet mezőben. Tóth Misi megenged. Azokat a matricákat majd le kell tépni a garázsban. 15, hát igen, leginkább 815-ös 260-as állott valóban. Na most hát igen, jellemző Óbuda üzemegységben ezt is megtépkedték. Valakinek kellett úgy látni. Még nem. Most elől-alul. Azt hiszem a festőműhelyből jött. Bár kiírva nincsen, reggel 8:30 felé járunk a mezőüzemegység utolsó napján. Most, hogy a mező megszűnik, még azért érkeznek hébe-hóba autók. Valószínűleg Récsei üzemegységgel keverték össze, hiszen mind a kettőn gondosan őrzött kapuval, és helyenként almát vagy szotyolát rákcsáló telepőrrel van ellátva. Kukorica effektusú busz, úgy patogott el a dukája. Ja, Jobbar Bálint jön. Na, erről egy közelít fotózott. Fest a fentfámon, de milyen... Hát mezőbe is járulhattak be annak idején ilyen. Az életbe beugró esőrétéget, hogy nem vagyunk ilyen. Mehet, Tamás, mehet. 125-öd legalább. Hoppám, két buka. Mehet. Mehet. Jó. Kedves nézőink! A BKV autóbusz ágazata már nem tudja, hogy hova rakja az autóbuszait. Ja, hát persze ma a Récse is megszűnik. Azért kell idejönni a mezőbe, hogy majd innen menjenek a Kiliánba. Öjj! Ennek mi értelme, hogy bejön a Récse is? Lehet, hogy ez akkor csak poén volt, de a Récsei autóbuszgarázs az ezer fordulón szintén megszűnt. Az autóbuszok többek közt a Kőbánya garázsba költöztek. Indul az autóbuszos körtúra a garázsban. Itt látható a garázs elhagyására felsorakozott Icarus 260-asok hosszú tömött sorokban.
az igen. Jó kis récsenyes gép. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Az iménti autóbuszos körtúra kizárólag a kamera kedvéért volt. Pontosabban azért, hogy minél alaposabban körbe lehessen filmezni a garázs területét. Itt pedig ismét az induláshoz felsorakozott autóbuszok láthatóak. Bármi beállhat. Nukia 47, 46, 46. Lesz itt még a 47. Jönnek a beugrók, még azokból próbálok három embert összeszedni. Akkor nem kell a de figyelj ide, Miki, te is ő válasz. Én is tudok. Jó, akkor cinkotára viszel kocsit. Jó, akkor már kell a három. Tessék? Akkor már csak kettő. Nevetünk mi. Cinkotára festik. Persze. Tamás, érdeklődnék, hogy rendszám elől ma hol? Így jó, hogy... Na, ezt se én szedtem le például. Figyelj, ez balul Vesztel, szatyorral óvatoskodó. PX51 90-es forgalmi rendszámú Icarus 405-ös. Bálint esélyén szedtem le alul. Az orra egy kicsit hiányos. Egysén. Attika, induljál. Nem látszik a rendszámú elől, az a baj, akár ő nézik. Most kedves nézőink, furcsaságaink sorozatunkat Zdrajko Imre is szerkeszti, mint a mellékletképből látható. Az utolsó mező üzemegységből forgalomba kiálló busz továbbra is feldíszítve várakozik a bejáratnál. Istenem, nekem még megvan eredeti verzióban. Nekem is szerintem. Van egy, hogy mosolyog, ami nem fér be. Zsír, rész ki, hátul. Most a pezsgőt nekivágnák a midinek, szerintem össze is törne az ablaka. A részkiállatos ablakat. Milyen beletérnesség. Ugye ilyen sem volt még a mezőben, hogy te pezsgőt a cibiket. Utolsó forgalomban mondják. Várjál, a munka végeztével. Hogyha gondolod majd a kollégákkal is hivatsz belőle, fogad szeretettel és utolsó forgalomban forgalmi autóbusz vezető, bármi vezető, és nagy tisztelettel elköszönöm, hogy szóval is nagyon sok jó, és erőfegyesek kívánok, hogy valósabb nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom.
Puszit is. Sanyika! És a jó világ is áldott, ha végezted el, akkor adhatsz a fiúknak is, és a fiad lehet, haza lehet. Aztán a fizetésedől levonják, nem kell. Egy kisebb peskősüveget búcsúzó neki is vágtak az autóbusz oldalának, sajnos erről a kameramán lemaradt. Az a folt, az volt a peskő. A kis üveget garázsmenetben a Calvin téren a kamera előtt kell meginni. Azt már nem tudja, mert oda lett vágva. A nagy üveget is oda. Jó, fiúk, akkor a többi kollégát meg megkérem, hogy foglalja el a üzenőállást. És akkor szépen folyamatosan kivonulunk a mentőből. Hú, akkor szakban. Megyed nagyon sűrös a récse is, nem úgy távozik a mezőből? Nem tudom, mi a passzél van, nem? Nem ide való. Nem ide való ez. BY7731, egy 1989-es évjáratú Ikarus 260-as, és egyébként valóban akkoriban a Récsei üzemegység állományát gyarapította. Külön érdekesség, hogy ez a széria volt a BKV-s buszok történetében utoljára, ami a régi típusú rendszámot kapta. Újonnan, azaz a BY7750 volt az utolsó olyan autóbusz, ami nem selejtezett autóbusz rendszámát kapta meg. Úgy látszik, az üzemegység vezető helyettes enyhén neurotikus állapotú. És indul a nagy kivonulás első hulláma. Hallgassátok a rába motorokat. Kedves nézőink, a mező második ütemét látnak el. Egy másik. Na most hát... Még egy utolsó kocsi be akar jönni. Nem tudom, ez a tűztes honnan jött. Értelmet tudom. Gyönyörűen egymásik. Ez kurva jó, de rég
ha nem tudják az emberek, hogy milyen nagy dudaszkor, nagy karmint. Ez mi? Na mit szólsz, Zsolt? Veszed? Most már borzasztóan kiürült a garázs, tényleg csak az a pár autóbusz maradt bent, és már ők sem sokáig. Jani, mész már? Menj a videós. Mi van? Ezt azért vehetni egy ráfordulásra. Jó? Na, gyere oda vissza, akkor rájöttél, gyere. Hát meg majd gondolom a kiállásnál kapuk a fényképet. Ja, ők ott fognak biztos, mert a többieket is ott fényképezik. Azért mondtam, hogy én rontom majd az összképet, ha fölleszek a buszon, de elbújok. De van még másutas is. Józsi, az meg pláne rontja az összképet. Itt tudom garázsmeneti utat. Én kiszövözlöm neked a mezőüzemegység forgalmi szakszolgálata nevében az eddigi munkádat, és kívánom, hogy a jövőben a másik üzemegységben jó beilleszkedést, balesetmentes közlekedést, jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen, hogy ezt őszinte szeretettel a forgalmi szakszolgálattól. Köszönöm. A kocsival most kimész a végállomásra, így dolgozol, este, amit a világot veszed, annak adok és a legkedvesebb utasodat barátnődnek. És kívánok neki, köszönöm szépen, további erőt, egészséget, sok idegen. Köszönöm is. Józsikám, foglald el a vezetővállal. Nem lesz most, nincs robbantás. Utólag már nem tudom pontosan lekövetni, hogy most ez milyen utolsó busz volt, ha már egyszer a Midi kiment utolsónak, de az tény, hogy ez a járművezető is búcsúztatást és külön pesgőt kapott. 99-es ára indult ki. Elvileg ez volt az utolsó mezőüzemegységből kiálló autóbusz, de aztán az élet megint furcsa fordulatot vett. A kaput itt jelképesen becsukták, jelezve ezzel, hogy a mezőüzemegység örökre bezárt. Szerintem a képek magukért beszélnek. Úgy a kélet kulcsát megkaptam utolsó napra. Lebény. Kiürült hát a mezőüzemegység, és befejezte 38 éves pályafutását. Hát akkor 1996. július 31-e délutánján. És itt a Jolly Joker. A Nonplus Ultra, a bónuszbusz BY6602,
ki tudja miért, ezt most már utólag nem tudom én sem megmondani, de ő még valamiért bejött a mezőbe. De ő volt ténylegesen a leges-leges legutolsó autóbusz, ami átlépte a kaput.